Az a váratlan helyzet állt elő, hogy gyerekek is vannak a Budai Enői Általános Iskolában, immár másfél hete körülbelül az alsó tagozatosok legalábbis. Milyen arányban érkeztek a gyerekek, a szülők, mennyire bíznak a pedagógusok védettségében, vagy a gyerekeik védettségében? Igen, köszönöm a kérdést. Igazából a 145 alsós tanulónkból 58 diák... Azoktól érkezett szülőktől kérelem, az elmúlt héten 58-an hiányoztak. Ez nagyon sok tanulónk volt otthon, illetve a jelenléti oktatásba már ezen a héten csak 40 hiányzással tudunk számolni, úgyhogy azt gondolom, hogy igazából nem csak a bizalom itt, hanem a félelem, ami érthető a részünkről is. Minden kérelem írót megvizsgáltunk, tehát tényleg problémák vannak, kronikus betegek a szülők, vagy nagyszülő tápolnak, betegséggel küzdenek, vagy éppen valamelyik gyermekük érettségizni fog, és nem szeretné május 10-ig visszaengedni. Mindenkit megértünk. Nem foglalunk állást az ügyben, hogy jöjjön a gyerek, vagy ne jöjjön a gyerek. Mind a két részt nagyon támogatjuk, de alapvetően jelenléti oktatás van. A kréten keresztül küldjük az anyagokat, illetve ö, most a héten már lehetőség van arra, hogy a méten keresztül feleljenek, verset mondanak, hangos olvasás ö, történjen. Tehát az értékelés számon kérés nem maradjon el, hiszen ez egy fontos feltétele a, az év végének, a teljesítésének. A kollégái körében hallottunk olyan választ is, hogy jelenléti oktatást tart, de a hiányzóknak rögzíti az órát, és otthonról nézhetik, de mégis hiányzónak számítanak. Tehát itt akkor most hogy van ez hiányzás, az, ha valakinek a szülei indokoltan úgy döntenek, hogy maradjon otthon a gyerek, de részt vesz ezeken a digitális formákon, vagy nem számít hiányzásnak? Április 19-e óta az első négy évfolyamon jelenléti oktatás van. Alapvetően akik itt vannak bent, ők tanulnak. Nálunk nincs rögzített óra, ezek nagyon interaktív órák, tehát egy kis diáknál nem lehet azt mondani, hogy a tanár áll a táblánál és tanít. Itt sokféle kérdés felmerült elsősorban az, hogy, hogy senkinek ne legyen érdeksérelme, de ugyanakkor nagyon fontos volt a, a és a törvényes képviselőt arról ö, tájékoztatni, hogy ugye személyiségjogokat ö, se sértsünk. Tehát mi jelenléti oktatást folytatunk, ö, nincs ö, online tanítás, nincs... Számonkérés van, mint hogyha ezt mondta volna? Számonkérés lehetséges délután ebben a formában a szóbeli számonkérések. Az írásbeli számonkérésnek két lehetőséget választhat a szülő, ö, vagy az adott órára bejön a ö, tanuló teljes védettségben, és megírja azt a dolgozatot, vagy kéri előző nap, természetesen bejelentett írásbeli számonkérésekről beszélünk, tehát előző nap kérheti a szülő, hogy e-mailen megkaphassa a gyermek a, a dolgozatot, és megírja otthon, és visszaküldjék. Tehát, hogy mindenképpen szeretnénk az évet ö, eredményesen zárni, és ahhoz ö, kellenek az érdemjegyek, szóbeli, írásbeli ö, számonkérések. Most visszatérve az eredeti kérdésére, tehát ö, igazgatói engedélye vannak távol a gyerekek minden kérelem megalapozott volt. Minden kérelemnél, az 58 kérelemnél azon a hétvégén minden egyes gyereknél kinyitottam a krétát, és a krétán megnéztem a hiányzásait, illetve a tanulmányi eredményét. Tehát nekem mellé kellett azt a munkát rakni, hogy véletlenül se tájékozódjon félre a szülő, mert ezek a kérelem alapján, Igazolt hiányzások, tehát iskolai, illetve intézményvezetői igazolt hiányzásokról beszélünk, de ez hiányzás, tehát gyűlik és beleszámít a 250 órába, ami ugye a legendás 250 óra és a 30 százalék. Van olyan tanuló, akit fenyeget az, hogy évvégéig a 250 hiányzást elérheti? Aki most április 19-től kérte, a következő 8 hétre, tehát június 15-ig, annak ugye átlagban 25-30 órával számolva, hát ez 240 óra körüli, és esetleg volt már hiányzása. Tehát itt elbeszélgettünk a szülőkkel, mert egyrésztről van egy vírushelyzet, másrésztről van az a veszély vagy fenyegetettség, hogy a jelenlegi év folyamán nem tud teljesíteni. Nem volt ilyen, tehát meg tudtuk beszélni, és nagyon szeretnénk elkerülni az osztályozó vizsgákat is. Reményei szerint normál körülmények között jelenléti formában fog lezárulni a tanév ballagással mindennel együtt? Igen, nagyon szeretnénk. Tehát pedagógusok, szülők, gyerekek és bármilyen sorrendben is mondom, tehát mi ez a, az a hármas nagyon-nagyon szeretnénk. Örültél, hogy újra jöhet suliba? Igen. Miért? Azért, mert nem így kamerán keresztül játjuk egymást, meg van olyan, hogy valaki nem lép be, meg ilyenek. Nem lép be? Hova? A, a midbe, Tehát... Ja, értem, a rendszerben. Dolgoztunk jó, jó. így online. Aha. Barátaiddal találkoztál, jó volt? Igen, körülbelül olyan öt barátom van, hét volt, csak kettő volt, aki rossz lett, meg ilyenek. Milyen volt kezdeni a sulit? Jó volt, csak um, ugye a mazgba kellett lenni tesióra is, és azt nem nagyon élveztem. Hogy lehet, hogy levegőt venni futás közben? Andi néni uh, könnyebb feladatokat ad fel, tehát hogyha mondjuk futni kéne, akkor is csak kidobósba futunk. Neked is vannak itt barátnőid, barátaid? igen, de legfőképp barátaim. Aha. És ők járnak most? Nem, nincs, aki otthon maradt? Járnak, de nyolc hiányzó van az osztályba. Mm. És Bori, neked milyen volt újra jönni? Hány baráttal találkozta személyesen? Hát, öt lány jár ide, és négy, négy jel, mert heten hiányoznak az osztályból, és nagyon szeretek élőben iskolába lenni, mert a... nem találkozhattam, amikor online kellett tanulni a barátaimmal. Itt pedig, ha mozgba is kell lenni, akkor is játszatok a szünetekbe másokkal. Ez mindig az, de itt rátszól a tanítónéni jobban, mint a kamera előtt, nem? Nem, szerintem egyáltalán nem szólnak ránk. Te jó, te jó kislány vagy? Igen. É, jobban örültél, vagy jobban örülsz annak, hogy ide kell bejárni, mint hogy otthon kellett tanulni? jobban örülök inkább annak, hogy bent vagyunk és találkozok a barátaimmal, de amikor online kellett otthon tanulni, akkor is tudtam a Bogival, ő az utcánkban lakott, és vele, szoktam, vele játszottam párszor. Mi a nehéz az otthoni tanulásban? Az otthoni tanulásban kicsit nem tudtam olyan jól tanulni, nekem sokkal jobb a fúliban. Meg tudod kérdezni, ha nem értesz valamit? Igen. Az nem volt még jó az online tanulásban, hogy a tanáron beteg volt, és akkor a másik osztály rával voltunk, és nagyon sokan voltunk, és hát nem, nem szoktak olyan sokszor felszólítani. Tehát milyen volt otthon az a néhány hét, és mihez képest milyen volt újra járni? Jó volt újra járni, és otthon az volt a rossz benne, hogy ö, nem láthatam élőben a barátaimat, és most se jött el az összes, mint például Balázs, meg ilyen, és ö, ö, ugye heten hiánytuk az, az osztályból, és ö, itt jobb, mert itt ugye van egy nagy szünet is, és ö, nem kell, ö, és a számítógép még rontja is plusz a szemünket. És akkor, hogy ő, itt ő, jobb tanulni, mint országban, és élőben látom a barátaimat. Melyik a kedvenc tanterdjeid? Miket szerez legjobban? Mi vagy a legjobb? Matek. Uh -huh. Szeretem a tesit. Az is jobb az órákban, hogy ő, ő, jobb tanulni, és jobban meg lehet érteni, amit mondjuk kérdeznek a tanárok. Triceratops, ez a neve ennek a jószágnak. Dinoszauruszokkal nem találkoztak itt, gondolom, az órákon, de barátokkal? Igen, van közöttük jó is, meg nem is. Meg szeretem a foc focit is, és jó, a többiekkel itt játszani, mert ott van nehéz úgy focizni, hogy egyedül. Hát az mindenképpen nehéz. És milyenek a tanárok, tanítok? Kedvesek, jó szívűek. És akkor is ezt mondtad, hogyha nem állna itt mögötted az egyik? Igen. Milyen tapasztalatokat őriz magában a másfél héttel ezelőtti alsós nyitásról? Hogy jöttek be a gyerekek, illetve a kollégák? Mi nagyon vártuk ezt a nyitást, mind a gyerekek, mind a pedagógusok, szerintem a szülők is többen. A gyerekek nagy örömmel jöttek be. Igaz, hogy nem minden gyereket látunk, de hála Istennek online azért van lehetőség, amikor például egy szóbeli feleletnél látjuk egymást, és azért megosztják a tapasztalatokat. Nagyon hiányzott nekik a beszélgetés, tehát hogy velünk a barátokkal találkozzanak, az egymás tehát szociális szempontból nagyon fontos nekik, volt nekik az, hogy visszajöjjenek. A másik a tanulás az online tanulásban ugye nem mindent tudok megosztani, és nem úgy, ahogy én ezt itt órán szeretném, és nem annyi hányadát, amennyit szeretnék. Úgyhogy itt hála is most lehetőség van jobban arra, hogy azt, amit otthon esetleg nem sikerült, vagy kevésbé sikerült megtanulni, meg a szülők segítségével, meg ugye a németet nem minden szülő birtokolja a nyelvet, itt azért többet tudunk nekik segíteni, meg jobban rálátunk, hogy mi az, ami szükség van. Szaktanárként jól érzem, hogy ön abban a helyzetben van, akinek meg kell osztani a, a, energiáit, tehát jelenléti tanításban is részt vesz, illetve felső tagozatosokat adott esetben online tanítja. Jelenleg nincsenek felső tagozatosaim, tehát most csak jelenléti oktatásban veszek részt. Annyi, hogyha számon kérés van, amint már említettem, akkor találkozunk mi a gyerekekkel. Mennyire vált ez rutin az elmúlt egy évben? Lehet-e lehet, -e, el lehet -e képzelni azt, hogyha hális, vagy reményeink szerint ez a Covid eltűnik? hogy beépíteni a hasznos elemeket az online résznek. Tavaly ahhoz képest, ahogy kezdtük, hogy nem annyira tudtunk online lenni, tehát mint pedagógusokunknak nagyon sokat kellett tanulni ahhoz, hogy milyen felületeken, milyen játékos dolgokat, hogy kell megosztani, és a többi. Ahhoz képest szerintem idén már nagyon sokat fejlődtünk, tehát hogy tényleg a szülőknek is nagy segítség volt, hogy reggel online órával kezdték a gyerekek, meg volt a napi rendjük, a napi rutinjuk, tehát az a szülők visszajelzés alapján nagyon nagy segítség volt, és nekünk is az, hogy gyerekeknek élőben, még ha nem is annyit, de át tudtuk adni azt, amit szeretnénk. Úgyhogy ez az online tanítás szerintem nem rossz, és be kéne építeni olyan szempontból, hogy én is több feladatot adok például az osztályterem, a, tehát a classroomon keresztül, interneten, ö, több lehetőség van rá, több tárhely van rá, ö, nagyon sok mindent ö, interneten tudok elküldeni, ö, tehát ne, nem egy rossz dolog, de nem szeretném megképzelni ilyen módon a jövőt, úgyhogy vegyítve viszont, viszont teljesen reális lehet. Azért itt fontos a kiejtés. Maszkon keresztül bizonyos hangok képzését, kiejtését elég nehéz megmutatni. Ezt hogy tudja abszolválni? Volt régebben egy ilyen átlátszó plexi maszkom, de mivel a járványhelyzet ugye romlott, ezért azt átváltottam ilyen fekete maszkra sajnos. Online az volt a jó, hogy tudtunk ugyanúgy énekelni, látták a mimikát, a gesztikulációt, mindent, amit ugye egy tanulás, főleg egy némethez hozzátartozik. A maszkon keresztül hát hangosabban kell beszélni, azt mindenképpen. Sajnos az arcomat nem látják, tehát sokszor azt sem, hogy most mosolygok, vagy majd hogy meg mint. A szemmel mosolyog nyilván. Igen, a szemmel, tehát próbálok minden más eszközzel, kivétel a számat, meg az harcomat, bár mindent bevetni ahhoz, hogy, hogy minden sikeres legyen az órán, és a gyerekek elégedetten, és a szülők is elégedetten tudjanak akkor nyilatkozni, hogy igen, akkor már értük azt, amit szeretnénk. Sikeres? Én nagyon remélem a gyerekek és a szülők visszajelzéséből is, hogy szeretik.